A Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium tagintézménye, a Mező, Pápaváros és vonzás körzete legnagyobb diáklétszámmal rendelkező oktatási, szakképzési intézménye, amelyben kereskedelmi, vendéglátóipari, élelmiszeripari és mezőgazdasági képzések állnak a szakközépiskolai és szakiskolai szakképzős tanulók rendelkezésére. A Mező szakközépiskolája változatos profilú, amelyben három szakmacsoporton belül 6 szakirányt hirdetünk. Az első 4 év képzési struktúrája a gimnáziumi oktatáshoz hasonlít, azzal a különbséggel, hogy szakmai orientációs jelleggel tanulóink a szakirányokra jellemző elméleti és gyakorlati szakmai alapozó tárgyakat is tanulnak. A Mező szakiskolai képzésének célja az általános iskolai végzettséggel rendelkező tanulók szakképzése. Az iskola 3 éves szakmai programjában közismereti és szakmai tantárgyak kapnak helyet. Élelmiszer és vegyiáru eladó, pincér, szakács. Ha egyszerre 2 szakmát szeretnél elsajátítani, a 9-10. Osztály elvégzése után a pék és cukrász szakképesítést is megszerezheted. De ha elvégezted a 8 osztályt és elmúltál már 16 éves, akkor szakképző évfolyamainkra közvetlenül is jelentkezhetsz, ilyen a húsipari termékgyártó, a gazda, a lótartó és tenyésztő, a gyümölcstermesztő kertész, a zöldségtermesztő kertész, a szőlőtermesztő kertész, az állattenyésztő és az erdészeti szakmunkás. A vendéglátás idegenforgalom szakmacsoporton belül a következő képzések közül választhatsz. Ha a szakácsképzést választod, a legfontosabb feladatod a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelni, valamint a vendégek elvárásainak megfelelő ételválasztékot kialakítani és elkészíteni. El kell sajátítanod az ételeknek megfelelő minőségi színvonalon történő kitálalását a fogyasztók és a vendégek számára. Ha ezt a mesterséget választod, tudnod kell, hogy egyáltalán nem kis feladat. Kell hozzá némi érzék, tehetség és fantázia, s nem utolsó sorban fizikai állóképesség is, hiszen órákon át állni a tűzhely mellett nem mindig egyszerű feladat. Gyakorlatot iskolánk tankonyhájában szerezhetsz, ahol elsajátíthatod a magyar konyhaművészetet, de megtanulhatod más nemzetek gasztronómiáját is. Ha érdekel, vágj bele! A fő, hogy igazán finom ételekkel örvendeztesd majd meg az embereket. Ha a pincér szakma iránt érdeklődsz, akkor a fő feladatod az udvarias és szakszerű felszolgálás a különböző vendéglátóhelyeken, a vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termék felszolgálása és a kapcsolódó szolgáltatások elvégzése a legmagasabb szakmai színvonalon, melyeket iskolánk tanítermében tudsz elsajátítani. Ha megszerezted az érettségit és azok közé tartozol, akiket mindig is érdekelt a főzés-sütés tudománya, és szeretnél te is a vendéglátással foglalkozni, később netalántán kereskedelmi és idegenforgalmi, valamint vendéglátóipari főiskolára jelentkezni, akkor itt a helyed. Az érettségi után vendéglő szakképesítést szerezhetsz, ahol a főzés és felszolgálás tudománya mellett elsajátíthatod a beszerzési, termelési, értékesítési és vezetési feladatokat. Iskolánk gyakorlati helyein kívül külső gyakorlati munkahelyeken is meg kell felelni az elvárásoknak. Gyakorlati képzőhelyeink mindegyike rendelkezik kamarai minősítéssel, valamint megfelelnek a szakmai képzés tárgyi feltételeinek. Városunkban a szakképzés lehető legszélesebb perspektíváját találhatják meg a tanulni vágyó fiatalok és szülők egyaránt. A továbbtanuláskor sok mindent kell figyelembe venni, de egy biztos, a kiváló oktatási háttér adott mindenhez. A Pápai Gazdasági Szakképző Iskola tagintézménye nagyon jó mutatókkal rendelkezik a diákok továbbtanulásával kapcsolatban és a szakmában való elhelyezkedésben is.